Nem nézek én meg valam annyit hátra, mint sok hazánkja, hanem inkább előre. Nincs annyi gondom tudni valaha, mit voltunk, de inkább átnézni idővel, mik lehetünk, s mik lehetünk. A múlt elesett hatalmunkból, a jövendő nem fölé vagyunk. Sokan azt gondolják, Magyarország volt. Én azt szeretném hinni, lesz. Nem tudok kételkedni nemzetünk legszebb kifejlődését, s mintán Batthyánynak és Kossuthnak hallak magam szerepét. Csak örülni tudok, és Isten látta lelkem. Legkisebb irítség sem rejlik keblemben. Azon édes meggyőződésemben ringatom magam, hogy politikának nincs egyéb mozdító ereje, mint az őt szeretet. Mi engem illet, én Batthyányt és Kossuthot legőszintébben fogom szolgálni. Kossuth egy kár keretett minden, és idáig legalább annyit nyert a hazának, mint az én politikám, tán 20 év alatt nem tudott volna előállítani. Ha reakció nem történik, s több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység, s több a polgári erény, mint a nincsvár. Én bíz, azt hiszem, lesz még a magyarból valami, s pedig sok. Májam gyalázatos, ma láttam Magyarország tökéletes felbomlása felé halad. Hamarosan végem lesz. Egy lengyel és Kossuth hordják a gyúlékony anyagot a tűzre. Mit lehet tenni? Kossuthot és Batthyányt kell támogatni. Mit tettem? Ne gondoljátok azt, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Én vagyok az Antikrisztus! Igen?
A találatok miként vélekedik? A tökéletes vallás egyenlőség és biztonság gondolatára. Vallás egyenlőség? Elment az eszed? Hol olvasolt ilyen szamárságokat? Tudd meg, aki a cenzúra által jóvágyan hagyott írásokat olvas, örökre el fog kárhozni. A szívás. És most mindenki elővesz egy üres napot, büntető dolgozza. Most én kérdezem, írja mindenki. Első, kinek köszönheti Magyarország, hogy felszabadult a török iga alól? Másik, kinek köszönheti Magyarország, hogy a katolikus vallásunk államvallás? Senkinek. Harmadik, kinek köszönheti Magyarország, hogy a gyereket iskolába járhatnak? Azt nem köszönni senkinek. Nem mondom meg, figyelni kellett volna. Ez benne sem volt a kényelmet. Engednek kell, gyerünk, siessetek, mert már csak egy perc van a csendőig. Mégsem, kérdezett, tessék felállni. Ő felségének 5. Ferdinánd császárnak és a Magyarország apostoli királyának tiszteletére énekeinkkel a császárnak. Yeah.
segíteni. Júlia, van valami ötlete? Sándor mit csinál? Sándor írja a verset, de engem arra kért, hogy csinálják még kokárdákat. Hadd jusson hát mindenkinek. Az jó lesz. Mindenki színbe bátrabban dobog, ha ott van felett a piros, a fehér és az a... Akkor menjünk mi is, segítsünk Júliának! Esünk most a bécsi hajóról! Franciaországban kiosztják a király birtokait! Hogy díszosorára gyűlünk össze, és poharat pocítunk a veszélyre? Igazadban, de hát, ennél mi azért csak kell. És hol az ördögben van már Petőfi? Sátor, megvan a vers? Igen. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szila hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan hullat a nép. Reng, és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra az árbóc és vitorla, megtörve tétvelők. Tombol ki te, özönvíz, tombol ki magadat, mutasd mélységes medret, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságú, ha már fölül a gálya, s alul a víznek állja, azért a víz az túl. Hát nekem mi bajod? Ez gyenge! Ezzel nem lehet forradalmat csinálni! Jobb vers kell! Szétönthetném köztetek azt a szilaj, veszett gyűlöletet, mitől a kebred, mint a tengertagat. Akasszátok fel a királyokat. Szívöknek minden porcikájahoz. Már anyja méhéből kassátokhoz. Vétek, gyalázat teljes élete. A szemétől a levegő fekete, s megromlik a föld, melyben elmohat. Akasszátok fel a királyokat. Ezerféle hús harcvező a hó. Maradt rajta a halál irtóztató. Itt egy falu, amott egy város. Százezer zajától zúg a lég, s halál, rablás, mind a király miatt! Akasszátok fel a királyokat!
Hiába ömlik hősök véletek, ha a koronát el nem tönitek, fejét a szörny ismét fölemeli, s akkor megint elő kell kezdeni. Hiába lenne ennyi áldozat. Akasszátok föl a királyokat. Mindenkinek barátság, kegyelem. Csak a királyokat nem. Sohasem. Lanton, skardon kezemből eldobom, a hóhérságot majd én folytatom. Ha kívülem rá ember nem akad, akasszátok föl a királyokat. Ez az! Akasztunk végre polgártársa! Hédeót, mi nem tetszik? Ez biztos nem akarná se Kossuth, se Deák, se Batthyány Lajos. Egy polgármán szennyezi be magát vérre. Jobb eskel, egy forradalmi, de nem haláltozó. Thank you.
Ő lesz felelős, független kormány miniszterelnöke. Polgártárs, barátok, akarjátok hallani a miniszterek nevét? Akarjátok! Szólítom az igazság. Thank you.